a jobb 11, és abból 20-ra a sima jobb tő. Régen várták már az autósportbarátok, hogy visszatérjen a Rally Zemplénbe. Ez többször is sikertelen próbálkozás után végre 2017-ben sikerült, s a Magyar Amatőr Rally Bajnokság északi régiójának mezőnye látogatott a Sátoraljóhely Központú Certa Rallyra, melynek első állomásaként a gépátvételen vette szemügyre a technikai bizottság a versenyautókat. Gyakorlatilag ez nem itt kezdődik egy gépátvétel, hanem ez akkor, amikor a gépkönyvezések megtörténnek, akkor az autó minden adata egyébként rögzítésre kerül. Egy gépátvételen gyakorlatilag az ettől a rögzített értékektől való eltérés, tehát egy ülés cseréje, egy esetleges valamilyen átalakítás az autón, ne adj Isten, hogyha valami történt vele egy előző versenyen, mondjuk összetört egyebek, mint amin, akkor ezeknek a visszajavítását vissza kell ellenőrizni, ezek vannak benne. Ha jól működik maga a rendszer, és egyébként mindenki idézőjelesen törvénytisztelő ebben a történetben, akkor a versenyzők maguk meg tudják azt a dolgot csinálni, hogy a legkevesebb problémával menjünk át. Nem tudom, most láttátok, tehát itt azért egy jól működő rendszerben, így az év utolsó versenyén már eljutottunk oda, hogy 30 autót gyakorlatilag egy másfél órát meg lehet csinálni. Amennyiben jól működik, és a versenyzők nem próbálnak meg egyébként valami olyan dolgot csinálni, ami kirívó, akkor egyébként ezek jól működnek. Igazándiból apostrofálni fogom a helyzetet. A neve az, hogy AC pumpa. Ő meg így most búvár szivatjuk. Ja. Ugye érted, mert nem lefele megy a benzin, hanem onnan szívja. Igen. Azért került az oda, mert jó trabanton alul ott a csap. A Magyar Rally Bajnokságban ugye nemzetközi szabályok, nemzetközi technikai előírások vannak, de itt a Magyar Amatőr Rally Bajnokságban miben lehet engedékenyebbnek lenni? Vannak-e itt egyedi megoldások, amit ugye engedélyezni lehet, vagy nem lehet? Ezt ketté kell választani. Pillanatnyilag még az amatőr bajnokságban ugye nem kötelezettség az, hogy mindenkinek legyen rendszáma, hiszen ezek a rendezvények, ezek nem tartalmaznak közúti szakaszokat, tehát innentől kezdődően ez nem kötelezettség. Szeretnénk, hogyha valamilyen úton, módon visszatérhetne egy olyan rendszer, hogy nem csak egy gyorsaság is ilyen sprintverseny lenne, hanem valósan egy kicsit a rallyhoz közelebb álló, mondjuk két gyorsasági közt egy közúti szakasszal át lehetne menni, ehhez kellene, hogy legyen rendszáma ezeknek a kocsiknak. Akiknek van rendszámuk viszont, azokat már ugye nem tudjuk külön választani, hogy csak a marban indul, hiszen ezekkel az autókkal el tudnának indulni valamilyen formában, akár egy rally 2-es, vagy mondjuk az autó technikai felszereltségéből, vagy korából adódóan a homologizációkat figyelembe véve akár egy ORC versenyen is mehetnek, akiknek rendszámuk van. A könnyebbség talán annyiból van, hogy a ülések és övek tekintetében például ugye egy dupla specifikációt adtunk meg azért, hogy ugye ne kelljen mindenből vadonatújat venni. Óriási fejlődés van az elmúlt 3 évben egyébként a marban ennek tekintetében, de minden ilyen dolog kifejezetten biztonsági kérdés. Tehát nem olyan dolgok lettek itt egyébként előírva, amik valakinek így a saját szemszögéből jöttek elő, hanem kifejezetten a szabályok értelmében próbáltunk megmenni. Csak biztonsági kérdés. Ilyenek a bukócső, ilyenek ugye ez az ülés és öv kérdések, ilyenek egyébként az elektromos és benzinrendszereknek a megfelelő meglevősége, már csak azért is, mert ha ne adj Isten, soha ne érjen senkit baleset, de ha valami történik, akkor nagyon nehezen védjük meg őket annak tekintetében, hogy akár egy orvosi ellátás, vagy bármi tisztességes módon tudjon működni velük szemben. 30 év után ismét Certa Rally néven fut ez a verseny. Te egykoron a Certa Rally, mint versenyző vettél részt. Milyen emlékeket őrzöl arról a bizonyos versenyről?
Hát igazándiból akkor még nagyon más volt ez a rendszer. Ugye nem szervizparkokba szervizeltek az emberek, mint ma mondjuk egy ORB versenyen, hanem ugye mi mindig úgy hívtuk, hogy a szervizeseknek külön versenyt lehetett hirdetni, hogy odaérnek vagy nem érnek valahova. Gyorsaságiról gyorsaságira gyakorlatilag ott álltak a célokban, és próbálták talpon tartani ugye a rendszert. Borzasztó hosszú versenyek voltak, emlékeim szerint az is egy jó hosszú verseny volt. Nagyon sokat mentünk, sokkal kevesebb alvással, nem voltak ilyen a szabályban lefektetett kötelező pihenőidők és egyéb történetek. Volt, hogy egy-egy órákat aludtunk az autóban, és közben alul csörömpöltek az emberek, mert csináltak valamit rajta. De érdekes, tehát így azért 30 év után visszajönni, itt nagyon régen, ebben a közegben szinte azóta nem is volt verseny. Tehát vannak zemplérralik, amik egyébként nagyjából errefele kötődnek, de ezen a környéken nem jártunk. Tehát gyakorlatilag ide sátorra jövő helyre szerintem 30 éve nem jöttünk vissza. Úgyhogy ez egy óriási dolog, hogy itt újra valahogy a vérkeringésbe bekerüljön ez a térség. Nagyon szeretnénk egyébként, MNL szinten is szeretnénk egyébként, hogyha újra valami újat kell csinálni, mert a megszokott az most már annyira unalmassá kezd válni ugye a versenyzőknek is, mindig ugyanazokon a pályákon menni. Ha itt lehetne újítani még egy kicsit, biztos, hogy sokat számítana egyébként, önmagának a sportnak számítana. A múlt idézés után térjünk vissza a 2017-es Certa Rallyhoz, hiszen a versenyzői eligazítás után már kora hajnalban a bozsvai szervizparkban gyülekeztek a versenyautók, és izgatottan várták a rajtot a versenyzők. Hát elég csúszós, majd meglátjuk a napközben az első kettő után, hogy milyen lesz, aztán majd módosítunk az itineren, amit felírtunk. Hogy alszik az ember így verseny előtt? Hát így verseny előtt egy kicsikét mindig izgatott vagyok. Nem csak én, hanem a többiek is, és úgy mondom, hogy fel kell készülni rá lelkileg, de és ugyanúgy testileg is valahogy próbál pihenni az ember, ahogy tud, és megtesz mindent ahhoz, hogy reggel frissen és üdén ébredjen. Gumiválasztási lehetőség van? Hát... Ásban nincs. Ásban nagyon nincsen. Aha. Kétfajta tojóproxes van, majd meglátjuk, hogy még fogja adni. Adamovics Márk, a verseny főszervezője 2009-ben a szintén Sátorai Újhelyi Központú Generáli Nyírség Rally keretében már szervezett itt versenyt, és azóta is több alkalommal felmerült egy lehetséges helyszínként a város. Általában, hogyha egy rendező elmegy egy régióba és rendezott egy versenyt, mindig azt szokta nyilatkozni, hogy nagyon szeret itt lenni, nagyon szereti az itteni embereket. Ez egy picit olyan közhelyes, de jelen esetben az van, hogy én ezt a régiót imádom, te nagyon jól tudod, nagyon sokat szoktunk erről beszélni. Nekem az egyik szívfájdalmam az, hogy nem tudok bizonyos okok miatt ugye ide jönni, vagy nincs rá lehetőség, pedig lenne, de nem tudjuk összehozni. Most ezzel a sprintfutammal itt, ezzel a marfutammal most itt újra bemutatkozunk, 2009 után így, ahogy mondod, és a jövőbeli terveim azok, hogy mindenképpen valahogy kisajtolni, hogy a versenynaptárban szerepeljen egy Zemplér Rally. Sok buktatóval kell egy rendezőnek szembenézni egy verseny szervezésével? Hát igen, elég sok buktatóval, ha látod a Budapest Rallyt, akkor ezt úgy tapasztaljuk is a saját bőrünkön. De egyébként egy szép feladat, szeretem, jó a stáb, aki velem van, egymás rezdülését már tudjuk, együtt dolgozunk 10 éve, és így sokkal gördülékenyebb és jobb a munka, mint hogy egyedül vállalnám fel. De így, ahogy mondod, egy kicsit azért nehéz pálya. Sok más dologban is legendás lesz ez a verseny, reméljük, hiszen 30 éve volt egy Certa Rally, és most ismét a Certa cég is a nevét adta, támogatását adta. Hogyan jött össze ez a kapcsolat, milyennek látod ezt a kapcsolatot? Ez óriási dolog egyébként, az is megható volt, amikor átküldted nekünk ezeket a régi emlékeket, relikviákat, hogy például itt vagy te is, aki ezeket a dolgokat megőrizte és elrakta, és az ember úgy azért beleborsózik, hogy 30 év eltelt, és azért az nem semmi. Egy barátomon keresztül sikerült ezt, aki idevalósi, a Szabó Krisztián, ő hegyezte le ezt az egészet ugye a certásokkal, illetve magát ezt az egész versenyt, hogy összejöjjön. Nagyon nagy köszönet neki innen is, de borzasztó jó dolog. Milyennek tűnik szervezői, rendezői szemmel ez a Bozsva telkébánya, a bozsvai szakasz, hogy látod? Nagyon gyors a pálya. Imádkozok most este, hogy ne legyen eső, mert az még nem hiányzik erre az aszfaltra, hogy még csúszós is legyen. Próbáltunk lassítókkal megoldani, hogy ne legyen akkora az átlagsebesség, és egy kezelhető verseny legyen, de az biztos, hogy gyors, nagyon gyors.
szerte rally pályája a Borsba-Telkibánya szakasz nagy kihívásnak tűnt a versenyzőknek, akik között számos helyi versenyző is szerepelt, köztük a cseh Donát, Kalocsai Alex páros. Hát nagyon-nagyon vártuk már ezt, hogy ide is eljusson hozzánk ez a versenyzés. Ugye már régóta nem volt verseny itt a környékünkön. Hát nagyon várjuk, izgulunk, reméljük, hogy jó lesz minden. Aztán nagyon bízunk benne, hogy valami helyezés is el tudunk érni. Ugye az év az annyira túl jól nem sikeredett, bár amint versenyen végigértünk, ott hál' Istennek mindig eredményt is értünk el. Reméljük, holnap is így alakul. Bizonyára ti helyiek jobban ismeritek ezt a pályát, mint akik most először fognak itt versenyezni. Milyen pályának tűnik ez így ismerősként? Hát igazából ez egy régi klasszikus pálya, mondhatnánk azt. Igen. Azt mondják, hogy valamivel előnyösebbek vagyunk, mert itthon vagyunk, de én még inkább azt mondanám, hogy hazai pályán is elég nagyot lehet esni, úgyhogy próbálunk ésszel, óvatosan menni, de úgyhogy azért jó is legyen a dolog. De reméljük, hogy előnyünkre válik, hogy itthon vagyunk, és hogy ismerjük a pályát valamennyire. Talán a mezőny egyik legszebb ladája, bár sok szép lada van a mezőnyben, de mit tud ez a ladát? Hú, hát jelen pillanatban ez egy P-csoportos autó, egy 6-os motor van benne, Weberekkel, egy nagy hengerfej van rajta, nagy tengely, ami igazából most van jelen pillanatban a legnagyobb. Hát lóerőbe, ez arról inkább nem nyilatkozik, mert nem tudom pontosan, nem volt lepadolva az autó, de mondhatnám, hogy szerintem ilyen ereje teljében van most az autó, úgyhogy bízunk benne, hogy helyt tudunk vele állni a többiek mellett. Milyen a kategóriát, kik a legnagyobb ellenfelek? Hát a legnagyobb ellenfél? Most igazából, aki egész éven is volt nekem, a Vaslaci barátom, hogy vele megy a csatázgatás egész éven. Jelen pillanatban ő van most itt, aki el tudott jönni erre a versenyre, úgyhogy igazából szerintem holnap is vele fogjuk megvívni azt a csatát, amit eddig is minden versenyen csináltunk. Úgy tudom, eladó sorban van a Lada, és van egy nagy álom egy másik autó építésében. Igen, bár ugye mindig egy dolog, akkor biztos, mikor már megtörtént, hát igen, eladósorban van, hogyha minden igaz, talán új gazdája is lesz az autónak, és hát a jövőben pedig, ha sikerül, akkor egy kereklámpás 1002-es kaszniból szeretnénk versenyautót építeni. Tim Gábor Témár Tamással a bajnokság éllovasaként érkezett a versenyre. A korábban pályaversenyző pilóta felkészülten várta a futamot, mind a pálya, mind a technika tekintetében. Én még igazából közben is nagyon szerettem, és indultunk is kisebb rallikon, rally sprinteken, szilveszter rally, az nálunk igazából nagyon nagy hagyomány, tehát 7 éve minden évben indulunk rajta, úgyhogy nem volt teljesen ismeretlen. Nyilván ez így ebben a formában teljesen más nekünk, hiszen először teljesítünk kompletten egy egész évadot, úgyhogy ez egyébként nem is jöhetett volna létre, hogyha nincsenek azok a támogatók, akik egész évben mellettünk állnak és támogatnak minket, mind lelkileg, mind mindenhogyan. Úgyhogy ezúton is szeretném nekünk megköszönni, hogy idáig velünk voltak, és reméljük, hogy egy kicsit a hétvége folyamán meg tudjuk nekik hálalni a belénk fektetett bizalmat. Igen, ez a rally, ez teljesen más, mint mondjuk egy szilveszter rally, az is egy nagyon jó és nagyon élvezetes, de ez az igazi, ami nekünk szerintem egy nagyon jó kudeszka. Én régen, amikor pályáztam, én akkor is azt az elvet képviseltem, hogy a rallyból sok mindent át lehet vinni a pályára, és fordítva, úgyhogy ezért is próbálgattam magam a rallyba, úgyhogy hát úgy kötöttünk ide. Ugyan jött a rally autónak ez a Nissan, ez a 90-es éveknek egyik csúcsautója volt a rallyban. Mennyire váltotta be a reményeket, vagy hogy jött éppen a Nissan? Nekem ez volt az utcai autóm, amikor megszereztem a jogosítványomat, úgyhogy én ezzel jártam közúton. Aztán 2012-ben lett elhatározva az, hogy megépítjük rally autónak, hiszen nem kapta volna meg a műszaki vizsgát. Úgyhogy akkor indult el minden, és hát azóta is folyamatosan fejleszgetjük és szépítgetjük, és így csinálgatjuk magunknak, teljesen magunk építettük, tehát nagyrészt a hármunk kezel munkája fekszik benne.
Igen, ahogy említetted is, nagyon ikonikus alakja a rally világnak, főleg a 92-es évben, amikor ugye az N csoportos világbajnokságot megnyerték. Úgyhogy én világéletemben japán párti voltam, és nem is bántam meg, úgyhogy abszolút meg vagyok vele elégedve. Nagyon jól mozog a pályán, erő az van benne annyi, hogy hihetetlen, úgyhogy reméljük, hogy holnap is tudunk egy jó eredményt szállítani. Milyennek tűnik ez a Borsba telkíványa, a Borsba pálya, így a versenyautóban a pálya bejárás során? Nagyon tempós, tehát azt tudom mondani, hogy talán a legtempósabb pálya, ahol eddig mentünk. Kicsit dobálós, kicsit heppehúpás, kicsit ilyen elnyújtott kanyaros, úgyhogy a váltónknak mindenféleképpen kedvez, illetve a motor karakterisztikánknak mindenféleképpen jót tesz az, hogy hosszú a pálya, illetve vannak benne hosszú szakaszok. A futóművünknek már annyira nem, de a D2 Racing Sporttól megérkezett Japánból a puhább rugó hátulra, úgyhogy reméljük, hogy ez nagyon sok javulást fog hozni. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egy jó eredménnyel tudjuk lezárni ezt az idényt. A Buksi Bece nevű Pukuja István az egyik nagy esélyesnek számította a versenyen Kapás Attila navigátortársával. Az idei szezon elég nehezen indult a sok szabályszigorítás miatt, ezért évelején tudtunk elindulni egy versenyen, ami Borsod Nádasdon volt megrendezve, a következő pedig már csak nyár végén, elég sok volt a kiadás, majdnem egy fél év, ezt éreztük is magunkon, de most volt az elmúlt időszakban volt két verseny, ami elég közel volt egymáshoz, ezért sikerült helyre rázódni, úgyhogy várjuk ezt az utolsó szakaszt, teljesen új pálya lesz szerintem mindenkinek. Tetszik, van benne hosszú tempós rész, van benne csikicsukis, kicsit lassabb rész, tetszik, változatos, remélem, hogy célba fogunk érni. Mi mondható el a technikádról? A jól bevált Lada, vagy van-e változtatás az elmúlt évek autójához képest? A jól bevált autó ugyanúgy a Lada. Számottevő változtatás nem történt az autón az évek során. Mi ezt próbáljuk tartani. Milyen a kategóriád, milyennek az ellenfelek? A kategóriám elég gyérnek mondható. Ugye 1600 köbcentiről 2000 köbcentig kategória. Nem tudom, hogy miért, ugye a sok szabály szigorítás miatt lecsökkent a nevezők száma, viszont a lentebbi kategóriákban is vannak komoly ellenfelek. Milyen érzésekkel várod ezt a mai zárófutamot, mik a tervek jövőre? A zárófutamnak a célja leginkább, hogy érjünk célba. Itt az éves bajnokságban még esetleg szóba jöhet a második hely, is az abszolút értékelésben, de már a célba érkezésnek is nagyon örülnénk. Jövőre pedig szeretnénk ugyanígy menni, ugyanezzel az autóval. A Márton Ferenc-Dudás István páros a bajnoki címvédésre készült a hazai pályán. Hát vegyes érzelmekkel, mert azért tartok is a versenytől. Nagy nyomás alatt vagyunk ugye az utolsó verseny előtt, de örülünk neki, hogy legalább itt a környékünkön is van egy verseny, nem kell mindig legalább minimum 100 km-eket elutazni. Úgyhogy már várjuk, nagyon izgulunk, a helyi közönségnek tudunk menni, legalább itt is látják helyben, mert hiányolták ugye a rally, hogy nincs itt verseny közelbe, úgyhogy örülnek, hogy legalább itt is van verseny. Hogyan alakult ki ez a jelenlegi második helyezés? Voltak-e bosszantó, úgymond hibák esetleg, vagy műszaki hibák az év folyamán, hogy második helyről várjátok a szezonzárót? Hát az volt bőven az éven, sajnos. Az első két versenyt sikerült megnyernünk, a harmadikon Domaházán mellé váltottam, leszakadt a lenkerekünk minden, ott ugye az egy nullás verseny lett. Utána volt Parasznya, ahol 30 másodpercben is kaptam egy terelő miatt, ahol így harmadikok lettünk ott is, ahol megnyertük volna 15 másodperccel körülbelül azt a versenyt is. Meg itt Sajokazán 4 tized másodperccel maradtunk le az első helyről, de itt is én óvatoskodtam el az első gyorsod. De voltak ilyen bosszantók, senkit nem okolok, csak magam miatta. Kicsit szétszórt voltam az éven egyéb okok miatt, de jövőre megpróbálunk teljes nekiállással és nagyon összpontosítani a versenyre. Reméljük, hogy itt is nagyon jól fog sikerülni ez az utolsó verseny. Próbáltunk rákészülni lelkileg is. Nem tudom, hogy mennyire előny a hazai pálya. Azt gondolja az ember, hogy ismered a pályát, mint a tenyeredet, de talán ez veszélyeket is hordoz magában? Hát szerintem igen, mert mindenki mondja, hogy hazai pálya, milyen jó lesz, meg milyen jó, de
azért szerintem nem jó az, mert ha ember egy kicsit bátrabb, és pont azért száll el, mert itt vannak azért jó lobogós helyek, amiket muszáj áttolni. Az ember egy kicsit azt gondolja, hogy ismeri, és ebből lehetnek nagyobb problémák is. Egy neves navigátorod is van az év folyamán, ő mennyire tud kordában tartani téged, mondhatjuk, vagy kérdezhetem ezt így? Igen, ő nagyon jól navigál, Rudi. Ott van agyban, tudja, hogy mit lehet, mit nem. Volt vagy kétszer, hogy nem hallgattam rá, mondjuk a parasztnyi esetnél is, és amúgy befordultunk volna, és nagyon örülök neki, hogy ő navigál. Tanultam is tőle sokat, meg szerintem gyorsultunk is elég sokat. A navigátor Dudás István Márton ladájával a Certa Rallyt megelőzően San Marinóban a Rally Legenden világbajnokok legendás rally autók társaságában hódította meg a szakmát és a közönséget a jól ismert kerekpámpás ladájával. Hát meglepően könnyen fogadták a nevezésünket, meglepődtünk, ugye mi elsőnek jelentkeztünk, hogy volt egy olasz hölgy kapcsolattartó, hogy már az elején szeretettel csak válaszoltak akár e-mailbe is, vagy telefonon, hogy azt mondták, hogy akár a helyiek hátrányára is, de elfogadják a nevezésünket, ha mi olyan messziről kiautózunk, és tényleg minden kérdéssel segítettek, pedig biztos volt nyug a fejükön más is. Mióta készültetek erre a nagy megmérettetésre, bár ez nem kimondottan az eredményről szól, hanem az élvezetről a nézőknek, saját magatoknak? 2016-ban egy volt csapatvezetőnknek mégis volt az ötlete, hogy próbáljuk meg, még ott pont a Lada Racing gálán, Máriakócson. Hát ott ez nagyon, nagyon megindított bennünk valamit, abban az évben nem sikerült összeszedni, és azt lehet mondani, hogy az évet az év elejétől próbáltuk úgy az egyesületi segítséggel és barátokkal összerakni ezt, hogy ez megvalósulhasson. A képeken és videókon láthattuk, hogy megőrült a közönség a magyar fiúkért, a magyar ladákért. Ti hogy éreztétek ezt belülről? Belülről is nagyon-nagyon átjött, mert sisakon, meg Weber hangon is, keresztül is egyszerűen azt az örjöngést, a dudaszót, vagy ha mondjuk, ugye nagyon sok éjszakai gyors volt, ha abból indulunk ki, hogy görög tűzzel tűzi hetékkal fogadtak, hát nekünk ez valami hihetetlen volt. De nem csak a nézők, hanem azt mondom, hogy a pályamunkások a beírónál minden személyzet így nagyon-nagyon-nagyon szerettek, örültek, mosolyogtak, simogatták az autót, meg azt mondták, hogy beteg ez a magyar trió, hogy utcai gumival elmentünk oda. De nagyon más világ. Milyen élmény volt Audi Quattro, Mancia, Stratosok, és nem is tudom milyen világmárkák, legendás autók között lenni. Hát kicsordult a könnyünk, amikor a szerviszparkot építettük a srácokkal, és velünk szembe egy Delta S4 jött mellettünk, egy görög Subaru, aztán egy 206 VRC-vel egy mexikói srác, meg nem menjünk el ugye akár Charlie-ról vagy Hodoségról, mint két zsigulis bajnok, akkor így hát tényleg így le kellett ülnünk egy kicsit, hogy úristen, hol vagyunk. De az a meglepő, hogy mennyire emberien viszonyultak hozzánk, például a mexikói srác átrohant, hogy cseréljünk autót. Miután ugye már autóztunk egy kicsit, mindenki nagyon közvetlenül fogadott minket. Például az S1-es Audiból az öreg, aki etapfülessel és cigivel gurultak ki, veregették a hátunkat, hogy ez kell, gyerekek. Hihetetlen volt. Nagyon-nagyon közvetlen és baráti volt a hangulat. Egy családi esemény miatt is mondhatjuk, hogy örök élmény lesz ez a verseny? Igen, mondhatjuk így. Mert a srácok, szüleim, mindenki tudott róla, csak Rencsikém nem. Így az volt a terv, hogy a várban volt egy két órás gyűjtünk, ugye a péntek éjszakai gyorsok között. Aztán sikerült is a szerviznek felhozni Renit, aztán igen, ott volt a lánykérésünk fent a várban. Aztán szerencsére igen mondott. Yeah.
San Marinóból térjünk vissza Borsvára, hiszen izgalmas pillanatok és élmények várták a nézőket és a versenyzőket egyaránt. A mezőny nagy részét a ladák teszik ki, s hogy mi ennek a márkának a varása, azt az egyik közönség kedvenc, Jobbágy Krisztián a következőképpen fogalmazta meg. Könnyű kezelni, könnyű az autó, ugye, és az emberhez hozzászokik az autó, az ember hozzászokik az autóhoz, és így nagyon egyszerű kezelni. Hogy álltok a bajnokságban? Hát a bajnokságban alapvetően nem a legeredményesebb helyeken mentünk, látványra mentünk inkább. Ugye most mondtam az előző dominációban, hogy navigátor cserék voltak, mert jött egy kisbaba, és a testvérével próbálunk helyet állni, de egyre feljebb jövünk. Milyennek tűnik ez a Borsba, Telkibánya, Borsba pálya, így a pálya bejárás után? Jó, gyors, az autós képest gyors a pálya, mert az autó végsebességre nem egy világbajnok. 152-t megy végre, de nagyon dobálós a pálya, így vissza kellett puhítanunk a gátlókat, de próbálunk kupát elhozni. A verseny egyben multidézés is volt, hiszen éppen 30 éve rendezték meg a Certa Rallyt vidékünkön. Azóta sok minden változott a cégen belül és az autósportban, ám a közös vonások összehozták ismét a gazdaság és a sport szereplőit. Hát elsősorban azért gondoltuk, hogy felélesztjük ezt a hagyományt, illetve remélem, hogy ebből hagyományt sikerül kovácsolni, mert ez egy technikai sport, és a mi tevékenységünk erősen technikai jellegű, és a mai magyar valóságban nagyon fontos az, hogy a fiatalokat megpróbáljuk megnyerni a technikai szakmáknak, illetve az olyan fajta fém megmunkálással kapcsolatos szakmát. Személyesen esetleg van-e valamilyen rajongás az autósport vagy a sport iránt? Hát nyilvánvalóan van, bár én már kiöregettem ebből a fajta versenyzésből, de hát elég sokat vezetek, és mindig is érdekelt az autósport, és igyekszem figyelemmel követni az eseményeit. Sikeres versenyen vagyunk túl, a jövőt is ígérheti, hogy támogató lehet jövőre is a cég, hiszen egyöntetű vélemény volt a versenyzők, szervezők részéről, hogy minden klappolt. Úgy gondolom, hogy igen. Természetesen mindig függvénye annak a gazdasági teljesítmény, és hogy milyen eredménnyel sikerül zárnunk. Hogyha úgy megyünk tovább, ahogy az elmúlt időszakban sikerült, akkor jövőre is és azután is számíthatnak ránk a sportrajongók és a rallizók. A versenyen végül az abszolút győzelmet a ladával a Bukuja kapás páros szerezte meg, a Lada VFTS-sel versenyző Hulman Gábor, Molnár Zsolt és a Fockó Ákos, Szegedi Máté párosok előtt. Szabó Krisztián korábban navigátorként kapcsolódott az autósporthoz, s az egyik fő mozgatórugója volt helyi autósportbarátként, hogy ismét rally autók népesítsék be Zemplént. S jövőre úgy tűnik lesz folytatás is. Ugye hát ezen folyamatosan dolgoztunk. Évek óta a terben volt egy Mark futam, illetve egy amatőr futam idehozása is a Nagy Zemplén, az ORB Zemplén rally mellé. Ugye több önkormányzattal kezdtünk együtt dolgozni ezen. Aztán végül is Borsba Telkibányára esett a választás. Onnan kaptuk igazából a legnagyobb és egyöntetű támogatást a verseny megrendezése irányába. Sikeres versenyen, balesetmentes és különösebben negatív eseménytől mentes versenyen vagyunk túl. Hát elsősorban az a tapasztalat, a fő tapasztalat, hogy időben és jó időben kell ezt megrendezni, ugye utolsó futam lévén az időjárás is már kiszámíthatatlan, és amiatt a vártnál picivel talán kevesebb versenyző érkezett. De én azt gondolom, hogy sikerült egy olyan rendezvényt lebonyolítani Adam Hoitsmarknak és csapatának, hogy híre fog menni annak, hogy igenis ide ebbe a térségbe érdemes jönni versenyezni, és jövőre biztos vagyok benne, hogy sokkal-sokkal szebb számú mezőnyt köszönhetünk majd itt, mert térnek haza itt a versenyzők olyan élménnyel, és a nézők, hogy ennek híre lesz.